Üdv mindenkinek! A nevem Zönge, és a Machbar Akadémián ma megmutatjuk, hogyan építhette gipszkartonfalat. Videónk során, mint mindig, most is megmutatjuk részletesen, hogy mire kell figyelni, és melyek a munka elvégzéséhez feltétlen szükséges anyagok és eszközök, amiket akár az obiban is beszerezhettek. Dőljetek hátra, mert most megmutatjuk, hogyan dolgozott Félix és Denis. A gipszkartonfal építése 5-ből 4-es nehézségi szintű. A projekthez, esetünkben egy nagy szobához 2-3 napot kell betervezni. Legalább 2 ember dolgozzon a projekten, de 3-asban még gyorsabban megy a munka. Az elején pontosan megmérjük, hová kerüljön a fal. Ezután levágjuk a profilokat, összeállítjuk a szerkezetet a padlóhoz, a falakhoz és a mennyezethez csavarozzuk, majd kialakítjuk az ajtónk szerkezetét. Ezután a szerkezetet gipszkartonlapokkal burkoljuk, a hézagokat és a furatok helyét kigletteljük, majd elkezdjük a második burkolást. Miután elkészítettük a kivágásokat, a víz és villanyvezetékek számára leszigeteljük a réseket, mielőtt végül gipszkartont rögzítünk hátulra is, és befejezzük a falat. Ha térelválasztóként gipszkartonfalat szeretnénk építeni, először meg kell határoznunk a fal pontos helyét a padlón, a falakon és a mennyezeten. A mérőszalagon kívül ehhez kicsapó zsinort is igénybe vehettek. Használhattok lézert is, ha van. A jelölésen kívül ragasztószalaggal is megjelölhetitek a fal helyét, figyelembe véve az esetleges ajtónyílásokat, valamint előre megtervezhetitek a fal vastagságot és a lehetséges csatlakozásokat. Ha nem vagytok biztosak benne, akkor mérjétek meg a helyiséget, és vegyétek fel a kapcsolatot az OBI áruház egyik munkatársával. Most kezdjük a tartószerkezettel, az úgynevezett vázzal. Ehhez lemezvágó ollóval vágjuk ki a profilokat a mennyezethez, a padlóhoz és a falakhoz. A vízszinteseket egyébként UV profiloknak hívják, mert a keresztmetszetük U alakú. A függőleges szerkezethez CV profilokat használunk. Ezeknek a keresztmetszete inkább C alakú. A tartószerkezethez való profilok hátoldalát a csavarozás előtt szigetelő szivacsíkkal látjuk el, majd ezután a profilokat közvetlenül becsavarozzuk. Ha rendkívül kemény az aljzat, például betonpadló, akkor elő kell fúrni és dübeleket kell behelyezni. Az optimálisan stabil szerkezet érdekében pedig fontos, hogy a csavarok körülbelül 50 cm távolságra legyenek beállítva. Az oldal és a mennyezet profilokat is erősen a falba kell csavarozni. Ne feledjétek, az UV profilokat falakhoz, mennyezetekhez és padlókhoz használjuk, a függőleges tartóoszlopok pedig a CV profilok. A következő lépésben az állvány függőleges profiljai következnek. Ehhez az előzetesen méretre vágott CV profilokat a padlón lévő UV profil és a mennyezeten lévő UV profil közé csúsztatjuk. A CV profilok minden nyílásának egy irányba kell mutatnia. Nagyon fontos a pontos függőleges beállítás, különösen a függőleges profiloknál. Kérjük, mindig pontosan kövessétek a gyártó utasításait. A CV profilok távolsága egyébként a gipszkartonlapok méretétől és a szerelés irányától függ. Tehát függőlegesen vagy keresztben. Itt nálunk a távolság 62,5 cm, ami pontosan a lap méretének a fele. Mi ugyanis a függőleges szerelés mellett döntöttünk. Most pedig alakítsuk ki az ajtónyílást. Ehhez a speciális UA profilokat használjuk. Az UA profilok megerősített függőleges állványprofilok. Ideális az ajtónkhoz, mert ott nagyobb a terhelés. Az UA profilok alakja megegyezik az UV profilokéval, de jóval nagyobb az anyagvastagságuk, ezért tökéletesen alkalmasak oldalsó ajtófélfaként. Először pontosan meg kell mérnünk és le kell vágnunk az ajtóhoz való elemeket. Ezután a két UA profilt ajtófélfának használjuk, behelyezzük őket az UV profilokba, majd ragasztószalaggal rögzítjük. Majd a kívánt magasságban helyezzük be az áthidaló profilt a megadott nyílásba. A profil így az ajtónk felső végét alkotja. Ezután az UA profilokat a padlóhoz és a mennyezethez rögzíthetjük az ajtóoszlop tartókészlettel. Nem egyszerű, de itt a képen jól látható.
CV profilokkal stabilizálja az áthidaló profilt az ajtó felett és a mennyezeten. Vízmérték és mérőléc segítségével átvezetjük az ajtó méreteit az ajtó áthidaló profilra, amely a kívánt ajtóhoz igazodik. Amint elkészült az ajtónk szerkezete, függőlegesen rögzítjük a falra a megmaradt CV profilokat. Ha ez megvan, már rakhatjuk is be az első gipszkartonlapot. Fontos, hogy a padlótól 3-4 mm távolságot tartsunk, mert a későbbiekben szükség lesz a térre a hangszigeteléshez. Hogyan tartsuk be a távolságot? Ezekkel a kis ékekkel, amelyek a képen láthatók. Ezután állítsátok be a lapot vízszintesen, ellenőrizzétek vízmértékkel, majd alaposan húzzátok meg a gipszkarton csavarokat. Amint a videón is láthattátok, a szerkezet különböző alapjaihoz vagy anyagaihoz különböző csavarokat használunk. Összegyűjtöttem nektek a három leggyakrabban használt típust, és szeretném röviden bemutatni őket. Az első dolog, ami feltűnik, mindegyik fekete és egyfajta porbevonattal rendelkeznek. Ez a korrózió elleni védelem miatt van, mert a gipszkarton képes felszívni a nedvességet, emiatt pedig korrózió léphet fel, amit el kell kerülni, mert a felületig hatolhat. Egyébként főleg a menetük különbözik egymástól. Egyrészt van egy durva menetes csavarunk, amelyet főleg faanyaggal végzett munka során használunk. Ez itt pedig egy finom menetes csavar, ezt akkor használjuk, ha fémoszlopokkal dolgozunk. A harmadik csavar szintén egy finom menetes csavar, azonban ennek önmetszőhegye van. Ez főleg arra való, ha például ajtóprofilokat akarunk becsavarozni. Most szeretném megmutatni nektek, hogyan néz ki ez a három csavar, ha különböző felületeken használjuk őket. Amint látjátok, ez a csavar a durva menetnek köszönhetően csodálatosan belesüllyed a fába, és nagyon jól tart. Amint láthattátok, a fém nagyon vékony anyag. Ez azt jelenti, hogy sokkal finomabb menetre van szükség ahhoz, hogy egyáltalán ki lehessen fejteni húzóerőt. Ez most egy kicsit tovább tartott, mert vastagabb az anyag. Alapvetően, ha egy ilyen csavart a megfelelő fémfúróval kombináljuk, láthatjuk, hogy működik a dolog. Most pedig elkezdhetjük a gipszkarton felrakását. Úgy csináljuk, mint a palánkolásnál. A palánkolás egyébként a hajóépítésből eredő kifejezés, de manapság a belső építészet szempontjából is nagyon fontos eljárás. A fal felrakása során mindenekelőtt ügyeljetek arra, hogy kerüljétek a lapok közötti keresztkötéseket. Repedések keletkezhetnek, és ami még rosszabb, a fal instabillá válhat. Tehát jobb, ha a szokottnál egy kicsit jobban eltoljuk a lapokat. A lapokat egyébként többféleképpen is méretre vághatjuk. Egyenes vágásokhoz használjatok snitzert, utána egyszerűen eltörhetitek a lapot. A több funkciós szerszámmal pedig olyan helyeken dolgozhattok, mint például az ajtónyílások, ahol a lapokat nem lehet könnyen eltörni. Ne felejtsétek el tartani a 3-4 mm-es távolságot a padlótól, ahogy az első panelnél is tettétek. Vágás után először le kell csiszolni a széleket egyenesen és derékszögben, szélezőgyalúval vagy ráspolygyalúval. Mielőtt most felcsavaroznánk a gipszkartonlapokat, kicsit ferdén le kell vágni a felső éleket, mert így később lesz hely a fugázóanyagnak vagy a glettmasszának. És már a helyükön is vannak az első lapok. Mielőtt a hízagokat és a csavarjogokat legletteljük, alapozzuk le őket a jobb tartás érdekében. Ecsettel könnyedén felvihetjük az alapozót, majd a gyártó utasításai szerint hagyjuk az egészet megszáradni. A hízagokat és a csavarjukakat utólag már nem látjuk, de a gletteléssel növelhetjük a fal stabilitását és szigetelését. Ha pedig szeretnétek többet megtudni a glettelésről és a csiszolásról, akkor a csatornánkon megnézhetitek a megfelelő videót hozzá. Mint mindig, most is belinkeltük a videót.
Most pedig elérkeztünk a második réteg felrakásához, azaz az első után felszerelünk egy második réteg gipszkartonlapot is. Ez lehetővé teszi, hogy a falunk később sokkal nagyobb terhelést is elbírjon. Az alapszabály a következő. Egy rétegű fal teherbírása körülbelül 40 kg per folyóméter, a dupla rétegű pedig körülbelül 70 kg. A második rétegnél ügyeljetek az illesztési eltolásra. Ez azt jelenti, hogy a második réteg illesztései nem kerülhetnek éppen az első réteg illesztései fölé. Az eltolás legyen legalább 25 cm, így kiválóan stabillá válik a fal. Egyébként önmagában nem elég, ha a második réteget az első réteg lapjaihoz csavarozzuk. A csavaroknak itt is elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy elérjék a szerkezetet. A második réteg is a helyén van, így a falunk két rétegű, ahogy a szakember mondaná. Ezen a ponton elgondolkodhatunk a konnektorok és a villanykapcsolók helyén. Mérjétek ki, hogy hová szeretnétek ezeket elhelyezni, majd fúrjátok ki a helyüket lehetőleg 68 mm-es lyukfűrésszel. A kialakított falüregek pedig kiválóan alkalmasak a szigetelőanyag behelyezésére. Ezeket egyszerűen be kell helyezni az állványprofilok közé. Ha az üregekbe kábeleket is szeretnénk szerelni, akkor ezt a munkát szakképzett villanyszerelővel végeztessük a biztonsági előírások betartása érdekében. Kérjük, ezt mindenféleképpen tartsátok észben. Hogy lássátok, hogyan néz ki egy ilyen fal keresztmetszete, építettünk nektek egy két rétegű gipszkartonfalat. A két leggyakoribb szigetelőanyag továbbra is a kőzetgyapot és az üveggyapot. A laikusok számára viszonylag egyformának tűnnek, ezért két kis darabon keresztül megmutatjuk, melyek a lényeges különbségek. Mindkettő nagy előnye, hogy egyik sem gyúlékony, de lássuk a különbségeket. Az olvasztott kövekből álló kőzetgyapot valamivel drágább, és különösen alkalmas a helyiségek zajszigetelésére. Ez pedig itt az üveggyapot. Valamivel olcsóbb anyag, de sokkal rugalmasabb, ezért olyan helyekre is alkalmas, ahová nem lehet könnyen eljutni, mint például tetőszerkezetnél. Most, hogy a szigetelésünket beépítettük, elkészíthetjük a hátoldalt. Itt is ugyanúgy járunk el, mint az előső oldalnál. Örüljünk a sikerünknek! Jó szórakozást az építéshez! A falunk tehát elkészült, és ha szeretnétek tudni, hogyan lesz szép sima az egész felület, akkor a legjobb, ha megnézitek a következő videónkat a glettelés és csiszolás témában. Reméljük, a videó hasznos volt számotokra. Ha kíváncsiak vagytok további projektjeinkre is, kérjük, írjátok meg kérdéseiteket, kívánságaitokat vagy észrevételeiteket. Ötlettől a megoldásig az Obival.